csillog a kis pofikám. Sziasztok, Matilda vagyok, és végre tudok úgy videózni, hogy nincs itthon senki. Áldás. Nincs, aki zajongjon. Na, igen, nem. Egyébként a mai videó kicsit másmilyen lesz, mint egyébként, amit eddig szoktam, mert ma egy könyvről fogok beszélni, és egy nyereményjátékról. Igazából lassan egy éve körülbelül, tavaly december óta a Galaktika kiadóval, Metropolis Media kiadóval így, mi a neve annak? Ilyen együttműködésben állok, szóval nagyon sokszor emlegettem is, hogy egy-egy adott könyvet azt tőlük kaptam, és ma csinálok egy nyereményjátékot, ez a videó most egy nyereményjáték lesz igazából, ugyanis megbeszéltük, hogy legyen egy nyereményjáték, amihez kaptam is egy könyvet, ami természetesen olvasatlan és vadonatúj állapotban van, és én már azt megkaptam egyszer korábban, úgyhogy most el is olvastam, hogy tudjak róla beszélni nektek, és ezt fogom majd kisorsolni. Ez a könyv pedig nem más, mint Jasper Forttól a Monokróm, ez az a példány, amit majd kisorsolok, mert az enyém kicsit szakadtan néz már ki, mivel előttem anya is olvasta, és apa is, és nem vigyáznak nagyon a könyveimre. Na mindegy. Szóval ez lesz a kisorsolandó könyv a Metropolis Media kiadó jóvoltából. Történet ügyileg ez úgy nézne ki, hogy nem tudom pontosan a címkézése hogy állhat, de ilyen disztópikus szerűség. Azt hiszem, igen, disztópia itt is van, hogy sokkal több egy szokványos disztópiánál, mert ennek egyben annak paródiájával is szolgál, ami így most hirtelen elolvasva és belegondolva igaz is. Ez a könyv így igazából maga a sztori így a jövőben játszódik, valószínűleg, és olyan állapot? Nem is tudom. A lényeg az, hogy az emberek ebben a könyvben már nem látnak színeket. Vagy nem látnak színeket, vagy csak bizonyos színeket látnak, ami a társadalmi besorolásukat is jelenti. Tehát például valaki a vörös skálán lát valamennyire, de ugye ezt is mindenki más mértékben, tehát nem mindenki fog minden vöröset látni, tehát valaki kevesebbet, valaki többet lát. Elég bonyolult volt a sztori fölépítés, úgyhogy kellett egy 100-200 oldal a 400 oldalas könyvből, mire így felfogtam, hogy mi az alapsztori, meg hogy mi az az alapfelállás, de az lényeg, hogy van, aki vöröset lát, valaki kéket lát, valaki sárgát lát, akkor ugye ezekből jönnek össze az ilyen színötvözések is természetesen, tehát akkor valaki zöldet lát, valaki bíbort lát, az igen, az a kék-piros. A bíborok vannak nagyobb beosztásban, és a színek között vannak ellentétek is, mert ugye nyilván az a szín, aki feljebb való, az terrorizálja a másik színeket, és vannak a szürkék, akik nem látnak hivatalosan annyira színeket eléggé, hogy a valamelyik színkategóriába bekerüljenek, és ezzel magasabb társadalmi státuszt érjenek el. Hú, már ez alapján is egyébként bonyolult a sztori, és akkor egy ilyen szigorú szabályrendszerben élnek itt az emberek, minden megvan, hogy mit, hogy, hogyan kell csinálni. Mit, hogy, hogyan? Igen, ezt mondtam, oké. Mit, hogyan kell csinálni, attól eltérni nem lehet, és az ilyen modern dolgok folyamatosan vannak betiltva és elfelejtve, szóval igazából disztópia, de úgy, hogy ilyen a mai világnak is az ilyen dolgait így fokozatosan leépítik, tehát, hogy például vannak ilyen visszaugrások, akkor bizonyos autómárkákat kiírtanak a forgalomból, hogy azt már nem lehet használni, tehát így fokozatosan mennek vissza az őskorba, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ez inkább a világfelépítést olvasás közben nagyon sok időbe telik egyébként, mire az ember így rájön, hogy akkor most minthogy miként, és még így ennek a kötetnek a végére is vannak kérdések. Ez egyébként egy trilógia, amiből még csak az első rész jelent meg, nem csak magyarul, hanem angolul is, és nagyon érdekelne, hogy mi történne ezután. Úgyhogy remélem meg lesz írva a folytatása. És maga a sztori tényleg most már, az pedig az, hogy Edward vörös, ez a társadalmi rangja, ő vörös, és őt az apjával elküldik a peremvidékre, igazából öt büntetésből az apját, meg azért, mert az ottani város elvesztette a mintását, vagyis az orvosát, és helyettesíteni küldik, és hát itt derülnek ki dolgok erről az egész rendszerről, és Edwardnak is így megváltozik a nézőpontja, és rájön ő is dolgokra, mert eleve ez a peremvidék, ez kicsit más életet él, meg máshogy veszi a szabályokat, mint a központi brészek. Valahogy így tudom elmagyarázni. Egyébként nagyon izgalmas volt a történet, és nagyon jó volt azt látni, hogy ez egy olyan
disztópia, ami nem ilyen egy kaptafára készült, tehát egy, mint tudom én, ott az útvesztő, hogy volt valami vírus, attól mindenki meghalt, tehát nyilván történt valami itt is a múltban, amitől most már az van, ami, de egyelőre azt nem tudjuk, hogy mi volt. Csak azt tudjuk, hogy konkrétan, hogy volt valami, ami után az lett, ami van. Kb. Így van a könyvben is leírva. Szóval igen, ezt a könyvet lehet megnyerni, amihez igazából nem kell túl sok mindent tenni, nem szoktam én ezeket a nyereményjátékokat túl bonyolítani, és szabad kezet is kaptam, úgyhogy csupán annyit kell megtennetek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok ezt a videót, és kommentben írjátok meg, hogy mi a kedvenc színetek, ha már ebben a könyvben a színek ilyen központi szerepet foglalnak el. Ennyi, jelentkezni szeptember 9-ig lehet, ami azt jelenti, hogy attól kezdve, hogy ez a videó kimegy, van 2 hetetek, mondjuk az, hogy szeptember 9 évfél, és akkor az úgy stabil, és valamikor utána, nem tudom pontosan mikor fogom tudni megcsinálni a sorsolást magát, és bejelentését a videóba, egy videóban, mert nekem addigra már egyetem lesz, de megoldom majd valahogy mindenféleképpen, és nyilván tájékoztatni fogom majd a nyertest is, hogy amint kiderül, hogy ki volt az, majd pinnelem a komment szekcióban, amikor majd meg lesz a sorsolás eredménye. Ez lett volna ez a mai kis videóm. Köszönöm szépen a Galactica Metropolis Media kiadónak a könyvet és az együttműködést, és minden más könyvet is egyébként, amit kapni szoktam, mert nagyon örülök neki, úgyhogy igen, ő pedig vár egy új olvasó tulajdonosra. De egyébként be is linkelem a könyvadatlapot, meg mindent, hogyha valaki jobban szeretne róla tájékozódni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!